Itt fogok állni? Nem a másik, hogy tüszkálom a szoknyádra. Ja. Azok mik ott? Azok a szerszámok. Ja. Aha. Megpróbáljuk a hangot. Lehet engem most hallani? Nem, más nem, köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Ha újra Havasnyi Bárki vagy a vendég előadónk az Érdliget Iretkot Központból, és mint látszik a sorszolunkkal nem csak Ibolya beszélni fog előadásra, hanem egy kóstolót is hozott a mi számunkra. Hát most mondanám, hogy ugye jövő héten újra Hunkli Balázs fog hozzánk jönni, és egy újabb érdekes téma lesz a természetgyógyászat mérlegén. Utána pedig május 17-én kezdünk egy főzősulival újra az újpesti polgárcentrumban. Négy alkalmunk lesz, ugye szerdeként 6 órától, amire szeretettel várunk mindenkit. Ibolya, sokáldás mestére! Köszönöm szépen! Igen? Tessék! Hát ha belenézek a kéménybe, akkor a korunknál fogva azt tudom tapasztalni, hogy ennél népszerű, képszerű előadás, mint amit öntől hallottunk a múltkor. Hát ez ja, igen, hát igen, 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 és, igen. És igen, a másik, az almaféle pektére senki nem tudja felírni a figyelmet, hogy mit is tesz, mérges, csírok, felszívódása egyébként. És hogy elfelejtsem, hogy régen szeretném kérni a múltkori receptet, amit jó. A, jó, rendben. Magukkal, amit sikerült róla, jó. Rendben, nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat, igazán jól esik. Igyekszem ennek megfelelően most akkor ma is. ma is sok mindent átadni. Köszönöm szépen, köszönöm. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttetek, nagyon nagy öröm számomra. Úgy látom, hogy vannak sokan, akik megfogadták, hogy hoznak is valakit vendégként magukkal, úgyhogy köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon egy nagyon érdekes témát hoztam nektek, ami nagyon fontos téma. Azt mondhatom, hogy az egészségünk szempontjából az egyik legfontosabb téma. Fontos a cukorbetegség, fontos a fogyókúra, fontos a magas vérnyomás és minden egyéb, de a bélrendszerünkkel kapcsolatos dolgok, amiket szeretném, ha megtanulnánk, és amennyit csak lehet hazavinnétek belőle, igyekszem majd ötleteket is adni, minél gyakorlatiasabb legyen. Hoztam nektek finom kóstolót is, remélem, hogy finom. De finom, mert megkóstoltam, úgyhogy finom. Úgyhogy igyekszem tényleg most erre koncentráltan. Lehet, hogy ez egy picit megint az eleje egy kicsit száraz téma, de igyekszem majd, úgy, ahogy említetted, igyekszem minél érdekesebben előadni nektek, hogy minél jobban megmaradjanak ezek a dolgok, jó? Tehát a bélrendszerrel kapcsolatban, amiket majd el fogok mondani, nagyon örülnék, hogyha kipróbálnátok otthon, és nem csak kipróbálnátok, hanem vissza is jeleznétek nekem. Visszajeleznétek egyrészt, hogy sikerült, finom lett, vagy semmi hiányzott belőle, vagy mi az, amit tapasztaltatok, és hogy milyen érzés volt utána, milyen közérzetetek volt, amiután ezeket az ételeket fogyasztottátok. Tehát szeretném, hogyha már akinél erre szükség van, ha lecserélnénk a reggelinket egy egészségesebb reggelire, az ebédünket egy egészségesebb reggelire, hogy az egész tápcsatornánkat, a bélrendszerünket védjük. És ezen keresztül egyébként majd meg fogjátok látni, hogy az immunrendszerünket is. Jó? Miért olyan rendkívül fontosnak gondolom én, és tényleg miért olyan rendkívül fontos a bélrendszerünk? Hát azért, mert itt lakik, na ki lakik itt? Az immunrendszerünknek a
legrosszabb esetben 70, de legalább vannak, akik azt mondják, a 90%-a. Tehát ha a bélrendszerünket rendbe tesszük, akkor azt mondhatom, hogy szinte a 90%-át megtettük azért, amit tehetünk az egészségünk érdekében. Nyilván ott van még sok minden más is, hiszen nem elhanyagolható a testmozgás, és az összes többi doktor, az összesen 8 doktor, akiről szoktam beszélni, ugye a doktor táplálkozás, a doktor testmozgás, a doktor vízivás, a doktor levegő, a doktor napfény, a doktor mértékletesség, a doktor pihenés, a doktor bizalom, ezek mind-mind nagyon fontosak. De itt most erre szeretném, hogyha nagyon erősen koncentrálnánk az immunrendszerünk miatt. Az immunrendszerünk, ugye mi köze az immunrendszernek a bélhez, hogy ha ez ilyen nagyon fontos, hogy itt van az immunrendszerünk, akkor ugyan ebben egyetérthetünk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszünk, hogy azt mikor esszük, és milyen technológiával készítjük el. Tehát ha van például egy rántott hús, amit olajban sütünk, és hozzá sült krumpli, és még majonéz is, azzal nem biztos, hogy jót teszünk. És azt tudni kell, hogy semmi nem stagnál az életben. Tehát valami vagy jobb lesz, vagy rosszabb. De hogy az ugyanolyan marad, olyan nincs. Lehet, hogy időszakosan jobb valami, időszakosan rosszabb, de mindenképpen változik. Úgyhogy tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy ez mindig egyre jobb legyen. Az emésztőrendszerünk leegyszerűsítve egy olyan csőrendszer, ami ugye kezdődik a szánkkal, és a végbéllel végződik. Közben pedig vannak kisebb-nagyobb kitüremkedések, összeszűkülések. Ez egy olyan cső, amit segítenek a különböző társult mirigyek, hogy a benne lévő, benne haladó táplálékot átitassák. És ha leegyszerűsítve akarom mondani, akkor tulajdonképpen, amit megeszünk, szájon át beviszünk táplálékot, az emésztés nem más, mint ennek a tápláléknak az egyre kisebb egységekre való lebontása, ahogy halad előre a bélben, hogy aztán előkészítse arra, hogy már egészen picike molekulákban át tudjon menni a bélfalon, fel tudjon szívódni a vérben, és tudja táplálni a sejtjeinket. Ez maga az emésztés, ugye? Egészen egyszerűen. Ameddig minden fogunk megvan, addig 32 fog szolgálja az egészségünket. Papa szokta mondani, hogy addig jó kislányom, amíg több fülem van, mint fogam, nem. Az a baj, amikor már több fülem van, mint fogam, szokta mondani, de hát nem kell megvárnunk, amíg egy fogunk lesz, hanem a fogaink védelme az egyik legfontosabb, ha már az elejéről megyünk ugye a végéig. Mit tehetünk a fogainkért? Hát ugye a fogmosás az egy alapvető dolog, azt mindenki tudja. Azt már kevesebben tudják, hogy nem az étkezés után rögtön mosunk fogat, hanem várunk egy picit, hogy teljen el egy kis idő, egy 20-30 perc, főleg akkor, hogyha különösen savanyú, savas ételeket eszünk, savanyú narancsot például, vagy citromos vizet iszunk, akkor ne rögtön mossunk fogat, hanem várjunk egy kicsit. Mi az, amit még tehetünk a fogaink egészségéért? Jó-e, hogyha pépes ételeket eszünk a fogaink egészsége szempontjából? Nem, ugye? Hanem sokat rágjunk. A kislányommal szoktam kísérletezni, mert hát ugye, amikor a gyerekeknek szeretnénk bevezetni, hogy egészséges táplálkozás, és karalábél, sárgarépa és egyéb, akkor mit szoktam én tenni? Megvárom az úszást, akkor vezetem be az újabb dolgokat. És amikor az úszásból kijön, akkor olyan éhes, mint a farkas, úgyhogy még a vasszöget is megenni, ezt kihasználom, és látom, hogy nagymamák, anyukák adják a kakaós csigát, meg túrós batyut, én meg szegénykének a kezébe nyomom a sárgarépát. De olyan boldogan megeszi, főleg, hogy tudja, hogy ha ezt megeszi, ezen túl van, egyébként nem kibírásra megy, azért szereti, akkor azért utána kap ő valami kis finomságot még mellé. Úgyhogy a rágás, aztán még mi az, amit tehetünk a fogaink egészsége érdekében? Ugye említettük a múltkor, hogy nagyon jó, hogyha a reggelünket hogy kezdjük, iszunk egy pohár citromos vizet. Nem tömény citromot, hanem citromos vizet. Ezt nem árt, hogyha például szívószállal isszuk, ezzel is védjük egy kicsit a fogainkat. És akkor van még egy dolog, amivel védhetjük a fogainkat. A táplálkozásunkban minél több mit vegyünk be? Kálciumot, ugye? Tudtok-e mondani nekem kálciumban gazdag ételeket? Dehogy nem. Na, tessék? Ja, mák. Igen. Igen, a mák. Aztán mi van még, ami sok kálciumot tartalmaz? A szezámmag, igen. Mit kell tudni a szezámmagról és a lemmagról? Ezt lehet, hogy még ismétlem. Így van, mindig megdaráljuk. Nagyon ügyesen figyeltél. Megdicsérlek. Köszönöm szépen.
mert hogy ugye nagyon picike kis tüskéi vannak, ami beforrodhat a bélbolyhó közé, és ott kis mikrogyulladásokat okozhat. Igen, szokták ilyenkor mondani, amikor ezt megkérdezem, hogy milyen kálciumban gazdag ételeket ismerünk, és szokták mondani a tejet, tejtermékeket, és a túrót, és a sajtot. Való igaz, hogy sok benne a kálcium, ez nem kérdés, ugyanakkor sok benne az állati fehérje is, aminek a lebontásához a szervezetnek mire van szüksége? Kálciumra. Tehát ha megiszom egy pohár tejet, amennyi kálcium abban van, az pont el kell, hogy használja ahhoz, hogy a benne lévő fehérjét, tejfehérjét megemészze a szervezet. Úgyhogy jobban tesszük, hogyha növényi tápanyagokból visszük be a kálciumot. Hát úgy nagyjából ennyi az, amit a fogainkért tehetünk. Aztán, hogy segítsük a gyomornak a munkáját, és aztán a további emésztést, mit kell csinálni? Jó sokszor megrágni az ételünket. Legalább 30-40-szer ezt mondják. Sőt, van, aki azt mondja, hogy egészen addig, amíg édes ízt nem érzünk a szánkban. Ez a nyál, ez egy nagyon érdekes dolog. Több feladata van. Nem csak azért felelős, hogy nyelhetővé tegye a táplálékot, hanem azért is, hogy megajándékozzon minket az ételek ízével. Tehát az ízeknek az élvezetét is a nyálnak köszönhetjük. Három pár nyálmirigyünk termeli ezt a sok-sok nyálat. Mit gondoltok, mennyi termelődik egy nap? Jó sok, jó sokra gondoljatok. Másfél liter egy nap. Ez a hat kis nyálmirigy másfél liter nyálat termel egy nap. Ehhez mit kell tennünk, hogy ezt tudjon termelődni? Miből lesz a nyál és az összes emésztőenzim? A vízből, ugye? Amit megiszunk, abból a vízből. Mindjárt kitérünk rá, hogy de mikor ígyuk ezt a vizet, evés közben esetleg, vagy egész előtt, vagy után, vagy mikor. De még a nyálnak milyen szerepei vannak, van egy nyálkahártya védő hatása, antibakteriális hatása van, nem olyan védővonal, mint maga a gyomorsav, mert azért az egy nagyon erős sav, ott aztán nem marad meg a baci, de a nyálban is már azért ott is már az is egy antibakteriális hatást gyakorol, fogvédő hatása van, és még milyen, és a beszédben is ugye szerepet játszik a nyálunk. Na most akkor a vízzel kapcsolatban, hogy mennyi vizet kell meginnunk? Hát ha másfél liter nyálat termelünk, csak erről beszélünk, akkor az már eleve másfél liter. Ki emlékszik rá, hogy mennyit mondtunk, hogy testsúly kilogrammonként? Igen, így jegyeztet meg, igen, én 60 kiló vagyok, és így nagyjából 2 liter. Tehát 10 kg-onként 3,1 deci nagyjából. Persze ezt nem kell annyira pontosan venni, de azért úgy nagyjából körülbelül ennyit. Ha sportolunk, én elég sokat sportolok, egy héten 5-ször, az azt jelenti, hogy akkor többre van szükség, sőt nyáron meg még inkább többre van szükség. De úgy általában ennyit. Mikor ígyuk ezt a vizet? Szoktak csodálkozni a vendégeink, amikor leülünk reggelizni vagy ebédelni, és nincs pohár az asztalon. Hát miért nincs pohár az asztalon? Nem azért, mert nem fér el, hanem mert direkt nincs pohár az asztalon. És azért, mert hogy nem iszunk az evés közben. Na de amikor mondják, hogy de hát én szomjas vagyok, hát én olyan szomjas vagyok, én még a leveshez is vizet iszom. De hát vajon az miért van? Hát azért van, mert előtte nem ittam eleget, ugye? Hogyha előtte jó sok vizet iszom, akkor nem leszek szomjas evés közben. Na de ezt a 2 liter vizet hogy ígyuk meg? Mondjuk 3-szor 7 decit és le van tudva és kész, az nem jó. Az nem jó, mert akkor azzal nem teszi meg a víz az elsődleges szerepét, nem tud eljutni a sejtekhez, az gyorsan átszalad rajtunk, maximum a vesét tisztítja, ami nem elhanyagolható szempont, de mégsem ez a legelsődleges cél. Arról nem is beszélve, hogy ha esetleg nyáron nagyon szomjasak vagytok, elfelejtettetek vizet vinni magatokkal, és hazaértek, és olyan jó lesne meginni egy fél liter jó hideg vizet, akkor ne tegyétek, mert ez még a sztrókra is hajlamosít. Tehát én azt javaslom, hogy egy ilyen másfél-két decinként elosztva igyátok meg azt a napi mennyiséget, amire szükségetek van. Hogy lehet ezt megtenni? Van, aki beállítja, letölt egy applikációt a telefonjára, és szól a telefon, hogy így áll, légy szíves, így áll, van ilyen. De azt is lehet, ahogy én csinálom, hogy ahol sűrűn előfordulok, oda mindenhova leteszek egy-egy pohár vizet, de tele van, és amikor megiszom, arra járok, meglátom, megiszom, nem rakom le üresen, vízzel feltöltöm, és úgy teszem le, hogy legközelebb ne kelljen azzal foglalkozni, hogy hát ezt még fel kell tölteni. Ezzel is nevelhetjük rá magunkat. Jó, tehát étkezés közben nem iszunk. Miért is nem iszunk? Ugye említettem, hogy igaz, hogy még a szájnál tartunk, és majd még most megyünk le a nyelőcső és a gyomorba, de a gyomorban egy nagyon erős
egy nagyon erős sav van, aminek a pH értéke 0,8 és 2 között van, ami egy nagyon-nagyon erős sav. És hogyha ezt felhigítjuk, mert közben isszuk, akkor tulajdonképpen a savat higítjuk fel. Ez olyan, mint a körömlak, amikor lemosnánk, és öntenénk előtte a körömlak lemosóba egy pohár vizet, avval ugye sokkal nehezebben tudnánk lemosni. A lányok bólogatnak, igen, a fiúk nem értik, miről beszélek, de nem baj. Tehát nem higítjuk a gyomorsavat, ezért sem jó, hogyha a evés közben iszunk. Az, hogy mennyit igyunk, azt már megbeszéltük. A nyálban a legelső emésztési enzimünk, ez a ptialin, ami arra hivatott, amikor már rágjuk az ételünket, akkor már elkezdi hasítani a keményítőt, azért, hogy előkészítse a további emésztési folyamatokat. Na most, ez a perisztaltika, ami ugye tart egészen a nyelőcsőtől végig, hogy megfelelő ideig tudjon tartózkodni a táplálék a megfelelő szegmensben, és hogy ott megfelelő időben ugye át tudjon itatódni a megfelelő emésztőenzimmel, és azért, hogy a lejjebb lévő szakaszokból ne tudjon visszajönni fölfele vagy oldalra ugye, a táplálék, ezért ott különböző zárógyűrűk vannak, illetve hát a vastag bélnél pedig ilyen kis billentyűk. Mire hasonlít az a billentyű, ami egyik oldalra engedi, de vissza nem? A szívben van ilyen, hát nem pont ilyen nyilván, de hogy nekem az jutott az eszembe, hogy ugye lefele engedi, fölfele nem. Tehát egy hasonló kis billentyűk vannak, amik ezt biztosítják. A gyomrunkra nagyon-nagyon vigyáznunk kell. Több okból is. Az egyik, amit elmondtam, ha össze-vissza eszünk, és nincs meg ez a savas közeg, akkor elszaporodhat ott mindenféle baktérium, ami nekünk nem jó. Nagyon sokaknak van sokkal több helikobakter a szervezetében, mint amennyire szükség lenne. Persze nincs is rá szükség, de hogy több van, mint amennyit úgy tolerálni tudna a szervezet. Ez is ennek is köszönhető. A rendszertelen étkezés, az össze-vissza evés, az ételek rossz társítása, és itt nem csak a helikobakterről beszélek, hanem sok minden más baktérium elszaporodásáról, vagy a minőségtelen ételek fogyasztása. És érdekes, hogy a gyomornyálkahártyánk az felelős például azért, hogy a B12 vitamin majd később fel tudjon szívódni. Nem onnan szívódik fel, de mégis, hogyha a gyomornyálkahártya el van sorvadva, akkor komoly B12 hiány léphet fel, és jöhet a vészes vérszegénység, illetve a különböző idegrendszeri megbetegedések, mert ugye a B-vitamin az védi az idegrendszerünket. Úgyhogy ebből a szempontból is jó vigyázni a gyomrunkra. Milyen érdekes, hogy a gyomornak ez az őrületesen magas savtartalma mégsem teszi tönkre a gyomornyálkahártyát. Hát ez így van kitalálva, így van megteremtve. Viszont nem összekeverendő avval, hogyha mondjuk azt szeretnénk, hogy javítsuk az emésztésünket valamivel, mivel szokták az emberek javítani az emésztésüket, vagy mitől gondolják, hogy ettől majd javulni fog. Mondjatok ötleteket. Coca-Cola, az igen. Hát az nem annyira. Igen, úgy van. Szokták mondani, hogy az ecetes savanyúság, ugye? Aztán mit szoktak még mondani? Hogy a bor, igen, a vörös bor, némelyek a sört említik. Na hát ezeket felejtsük el, tehát ezek nem. Ez a boripar, meg a söripar, meg a Coca-Cola ipar, meg az ecetipar. Na, szóval, hogy ezek nem. Az ecetsav az nem ugyanaz, mint a gyomorsav. Egészen másképp működik. Tehát ezek nem, ezzel nem fogjuk az emésztésünket javítani. Na, mindjárt megnézzük, hogy de akkor mivel. Jó? Mennyi ideig van a gyomrunkban az étel? Hát úgy normálisan, hogyha jó ételt eszünk, akkor ez 3-5 óra alatt kiürül onnan. Hogyha nagyon zsíros ételeket eszünk, akkor az sokkal tovább tart. Az bizony sokkal tovább tart, és ez rengeteg energiát vesz el a szervezettől, nagyon megterheli a gyomrunkat. Normális esetben egy 12 óra alatt végig érdemes, hogy végig haladjon a szervezetünkön az, amit megettünk, és fel tud szívódni belőle az összes tápanyag, és túl is vagyunk rajta. De ez általában sajnos a nagy magyar igazság nem ez, tehát nem ez az átlag, hanem sajnos sokkal-sokkal tovább van a tápcsatornánkban az étel. Ugye beszéltünk arról, hogy ez a savanyú közeg egy védelmi vonalat biztosít, és hogyha nincs meg ez a védelmi vonal a gyomorban, akkor bizony gyulladásos folyamatok indulnak el.
ettől szokott lenni a gyomorégés. Ha nem jól társítjuk az ételeket, akkor ugye visszafolyik a gyomorból a nyelőcsőig az étel, és a nyelőcső ezt nem szereti, ezt nem jól tűri, és egyfajta égés, egy ilyen kis felmaródás, reflux alakulhat ki belőle. Úgyhogy a refluxot is tudjuk gyógyítani a táplálkozásunk helyrehozásával. A gyomorból nem nagyon szívódik fel különösebben, hát az alkoholnak egy mintegy 20%-a állítólag, meg a vasnak egy része, akkor, hogyha van megfelelő C-vitamin mennyiség, de mégis nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be a gyomrunk. Az egy érdekes dolog, hogy a gyomorban ugye nagyon savas a közeg. És amikor a vékony, ugye a gyomor alsó záróizma, után következik a vékony bél első szakasza. Ott viszont már nem hogy savas a közeg, hanem még csak nem is semleges, hanem enyhén lugos. Na most ez hogy van, hogy először is jól át van itatva a táplálék ezzel a savval, utána lép kettőt, és ott meg már lugosnak kell lennie. Azért ez egy nagy feladat, ez egy csoda, nem? Ezeket mindig úgy élem meg, hogy ezek olyan csoda dolgok. Ezt úgy éri el a szervezet, hogy három dologgal, az egyik, hogy maga a vékony bél is termel vékony bélnedvet, ami lugos kémhatású. Aztán van ugye a pankrász, vagy hasnyálmirigyünk, ami szintén ezt termeli, ezt segíti elő, illetve hát még az epe, az, ami ebben segít. A bélnyálkahártyánk, hogyha már átmentünk a gyomron keresztül, a bélnyálkahártyánk az ilyen kis, nagyon finom kis bolyhocskákkal van belülről bélelve. Ami mit tesz lehetővé? Azt teszi lehetővé, hogy megnöveli a felszívódási felületet, és ezáltal sok-sok tápanyag fel tud szívódni, és ellátja azt a sok milliárdnyi sejtünket a szervezetünkben. Na most képzeljétek el, mi van akkor, hogyha fogjuk ezt a sok-sok bélbolyhocskát, ami ugye megnöveli a felületét a felszívódásnak, fogjuk és valami jó sűrű masszával bekenjük, és úgy odatapasztjuk a bélhez. Akkor mi fog történni? Hát sok minden. Ebből a masszába, ez a biomassa úgy hívják, ami van mindenféle zsírból, meg majd mindjárt megbeszéljük, hogy miből áll, de ez a másik, amit akartam mondani, hogy képzeljétek el, hogy ezt meg is tesszük minden nap. Vagy hát sokan megteszik minden nap. De mivel tesszük ezt meg? Hát elsősorban a fehér kenyér, ami egy csiríz, amivel nem tud mit kezdeni a szervezet. És ezt tudjuk jól, hogy így van, és a csapból is ez folyik, hogy nagyon sok rostot együnk, és teljes értékű gabonákból készült pékárut és kenyeret, de valahogy mégsem visz rá a lélek, mert az olyan jó illatú, és olyan finom, és olyan... Egyik kollégánk szokta mondani, hogy amikor ki van írva valahova, hogy látványpékség, akkor azt vegyük komolyan, azt csak nézzük, tehát azt nem esszük. Az igazából legyen csak látvány. Úgyhogy ez az egyik, a fehér kenyér. Aztán ott van a másik, az egérkék is állítólag szeretik, bár az egér mindent megeszik, a sajt. Na hát a sajt egy olyan anyag, ami aztán totál be tud passzírozódni a bélbe, és ezeket a kis bélbolyhokat teljesen lenyomja, elnyomja, nem tudnak érvényesülni, nincs tápanyagfelszívódás. És ráadásul a sajtban van egy olyan anyag, ami egy 2-3 napra a bél mozgását, hát nyilván nem ilyen gyorsan mozog a bél, csak érzékeltetni szeretném, hogy lelassítja egy 2-3 napra. Úgyhogy valaki, aki azt mondja, hogy ó, én csak egy héten egy 2-3-szor eszem sajtot, na az pont elég, hogy folyamatosan lelassítsa a saját belének a mozgását, a bélműködést. Aztán mi az, ami még így betapad? Hát a csoki. Hát nem örülök neki, de a csoki. A csoki ugye a másik, aztán a fehér rizs, tehát a finomított élelmiszerek, ezt lehet mondani, hogy ezekkel vigyázzunk, mert ezek nem tesznek jót. Említettem-e nektek, és egy picit még oda visszautalnék a gyomorra, bár az egész bélrendszerre ez igaz, említettem-e nektek, hogy hogyan szoktam elmondani a gyerekeknek, hogy a nassolás az hogy is működik. A manócskákat meséltem? Nem meséltem? Na, ez úgy működik, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ne nassoljunk. De hát mi az a nassolás? A nassolás sokak szemében azt jelenti, hogy ha megeszem egy szelet csokit, vagy egy finom csokitortát, vagy valami hasonlót. De nassolásnak minősíthető az is, amikor a két étkezés között akár csak egy szemmogyorót megeszünk. De miért? Na, és akkor itt jön az én kis mesém, hogy amikor eszünk, akkor a manócskák jönnek a kis talicskával, és várják, hogy hoppotyog a kaja bent a gyomorban, és szállítják el, és jönnek a talicskával, és szállítják el. Egyszer csak már nem potyog, akkor leteszik a talicskát, ugye befejeztük az evést,
És fogják a kis lapátjukat, és elkezdik tovább a folyamatot vinni, beépíteni, lebontani, stb. Egyszer csak gondolunk egyet, és egy óra múlva megeszünk egy szem magyarot, mert ott volt az asztalon. Mi történik? A manocskák készülik, hopp, megijön a kaja, eldobják a lapátot, rohannak a talicskához, és várják, hogy na most akkor majd jön az ennivaló. De az ennivaló nem jön. Viszont, amit ott hagytak ételt, az ott szépen erjed, türelmetlenkedik, hogy menjünk már, hát már rég nem itt kéne lennünk, hanem tovább kell mennünk. Viszont a gyomornak az alsó záróizma addig nem fogja elengedni az ételt, amíg van benne emésztetlen táplálék. Tehát mit csinálnak? Azok ott várnak, várnak, amíg a magyaró nagyméltóztatik megemésztődni annyira, hogy átjöhessen. Tehát erjed, és ez nem jó. Úgyhogy legközelebb, ha magyarót láttok az asztalon, akkor gondoljatok a manócskákra, hogy nem tesztek jót vele. Jó? Mi a feladata a vékony bélnek? A vékony bélben, ahogy bomlik egyre kisebb és kisebb egységekre az a sok-sok finom és egészséges táplálék, amit holnaptól beviszünk a szervezetünkbe, sőt már ma estétől, sőt már 3 héttel ezelőttől hallom, hogy akik itt kipróbálták. Az egyik feladat az, hogy ugye lebontsa kicsi egységekre, és innen szívódik fel szinte az összes tápanyagunk. Ez hogy csinálja ez? Olyan, mint a mosógép, úgy képzeljétek el. Berakjuk a mosógépbe a ruhát, és utána mi történik? Beszívja a mosógép a vizet, és abba forgatja, és a víz átjárja, és kiöblíti belőle a koszt. Jó, nyilván itt nem a koszt fogja kiöblíteni az emésztőnedvünk, de minden esetre átöblíti, és kiszívja belőle a tápanyagokat, így van. És ezt többször megteszi. Úgyhogy itt ilyenkor a vékony bélben befele megy a víz, és jó alaposan átitatja, jó kis, hát nem száraz, hanem jó kis nedves és vizes. Hát ez a már nem táplálék, hanem ez már úgy nevezzük, hogy béltartalom, ami ugye tovább megy. És amikor eljut a vékony bél utolsó szakaszához a táplálék, mondjuk így, akkor ott már ellentétben azzal, hogy a gyomorban ugye nincsen baci, csíramentes környezet van, sőt, szinte az egész vékony bélben csíramentes környezet van, nincs baci. Ezzel ellentétben a vékony bél utolsó szegmensében és a vastagbél teljes traktusában ott viszont rengeteg bacillus van. De ezek jó bacik, ne ijedjünk meg. Legalábbis az lenne jó, hogyha ezek mind jó bacik lennének. Mitől függ, hogy ezek jó bacik vagy nem? Mi ez a baci? Úgy van. Ezek a bacik, ahogy én becézem őket, ez tulajdonképpen a bélflóra. De mit jelent az, hogy bélflóra? A bélflóra az azt jelenti, hogy különböző baktériumok, amik az egészségünket szolgálják, ezeknek az elszaporodott telepekben ugye oda betelepednek, mint ahogy mondjuk a honfoglalásnál betelepednek, és megkeresik maguknak a legjobb helyet, és ott oda letelepednek, és azok szolgálják a mi egészségünket, jó dolgokat termelnek. Hogyha olyan ételeket eszünk. Csak az a rossz hírem van, hogy a bélflóránkban lévő baktériumok, azoknak a 95-96%-a nem jótékony hatású, hanem csak a 4-5%-a az, ami jótékony hatású. De ezt lehet javítani, nem kell megijedni. Azáltal, hogy mit viszünk be, ez egy állandó élet-halál harc, ami ott folyik. És remegve várják a bacilusaink, hogy na ma reggel mit fogunk kapni reggelire, vagy ma ebédre mit fogunk kapni, mert ettől függ a túlélésünk, ettől függ az, hogy melyik hal meg és melyik él túl. Vannak nagyon érdekes baktériumok, amik se nem jók, se nem rosszak, hanem úgy hívják őket, hogy kétarcú baktériumok. Ezek ilyen kis, kétarcú baktériumok. Ez azért kétarcú, mert hogyha jó ételeket adunk neki, akkor kivirul, akkor örül, és vitaminokat termel, és jótékony hatású. Ha viszont nem jó ételeket adunk neki, sok-sok állati fehérjét, sajtot, tojást, húst és egyebeket, finomított lisztet és cukrot, akkor elvadul. És ez az elvadult baktérium, ilyen például a kóli, az egyik kóli baktérium, ez nagyon csúnya folyamatokat tud elindítani a beleinkben. Tehát a rákos folyamatoktól elkezdve, a gyulladásokon keresztül, az áteresztő bélszindrómát, mind-mind ezek a rossz bacik okozzák, illetve hogyha tovább megyünk az eredethez, akkor mi magunk okozzuk azáltal, hogy egyszerűen nem veszünk róla tudomást, hogy mi a jó nekem és mi a nem. Ami szembe jön, azt megeszem, mert finom. Pedig az, hogy finom, az csak egy néhány perc
élvezet, ugye, amíg a szánkban van, és amikor utána azt leküldjük tovább, na akkor ott már teljesen mindegy, hogy az finom volt, vagy nem volt finom, azzal most aztán jó sokáig küzd a mi szervezetünk. És az, hogy küzd vele a szervezetünk, ezt tudjátok, milyen nagyon sok energiát emészt fel. Tehát, hogyha azt mondod, hogy olyan fáradékony vagyok, vagy úgy érzem, hogy nincs bennem már annyi erő, mint 5 éve vagy 10 éve, próbáld ki ezt a táplálkozást, és garantálom, hogy tuti, hogy biztos, hogy legalább 2-szer annyi energiád lesz. Ugyanis a felhasznált energiánknak legalább a 30%-át arra fordítja a szervezet, hogy megemészze a bejutatott táplálékot. És hogyha nem jó táplálékot eszünk, akkor ez akár több is lehet. Sőt, hogyha nincs energiafelhasználás, akkor meg még több is lehet. Emlékeztek rá, múltkor mondtam, hogy az inzulin szalad a cukorral, és kéri az izomsejteket, hogy léci fogad be, mert nem tudom hova tenni. És akkor azt mondja az izomsejt, hogy itt ugyan nincs energiafelhasználás, nem is volt, nem is lesz a jövőben se, úgyhogy nem tudom átvenni. És akkor megy a májhoz, ugye? Ott pedig azt mondja a máj, hogy hát hiába mondod nekem, hogy raktározzam, akkor sem fogom átvenni, mert tudom, hogy itt semmiféle testmozgás nem lesz, sem biciklizés, sem úszás, sem röplabdázás, se semmi. És akkor mi történik? Ilyenkor viszi hova? Ez csak egy kis emlékeztető. Hova viszi az inzulin a cukrot? A zsírsejtekhez, ugye? Akik végül is azt mondják, hogy na jó, hozzad, akkor csinálunk belőle zsírt. És ez miért nem tesz jót nekünk? Mert akkor elzsírosodik a szervezetünk, és akkor itt térnék ki egy picit arra megint csak, hogy mi van akkor, hogyha elzsírosodik a szervezetünk. A cukorbetegségnek az egyik okát azt elmondtam a múltkor. De van egy olyan oka is, amikor nagyon zsíros ételeket eszünk, és képzeljétek el, hogyha bemennétek, hazamennétek, és nyitnátok az ajtót, és nem működik a zár, mert hogy belenézel, és tele van tömve rágógumival. És akkor mit lehet tenni? Hát vagy bemászol az ablakon, de hogyha mondjuk a 10. laksz, akkor ez nehezebb, akkor kénytelen vagy kipucolni onnan a rágógumit. Hát ezt kell tenni a sejtjeiddel is. Mert hogy mi az, ami miatt, ugye inzulin van, kulcs van, ami bevinné a cukrot, csak az a baj, hogy nem működik, mert el van tömeszelve pici, apró kis zsír cseppecskékkel a sejtjeink, és emiatt aztán nincs meg a kontaktus, nem tudjuk kinyitni. Úgyhogy mi a legfontosabb a cukorbetegségnél? Nem az, hogy kivegyük a cukrot az étrendünkből, a szénhidrátot, persze a finomított cukrok nem jók, ezt továbbra is mondom, hanem mit vegyünk ki legelsősorban? A zsírokat és az olajokat. Így van. Na most, egy picit elkanyarodtunk ugyan, de ezt is fontosnak tartottam megemlíteni. Úgyhogy a legtöbb energiát tehát, hogyha nagyon zsíros ételeket eszünk, akkor nem csak cukorbetegség lehet aztán a következmény, hanem nagyon sok energiát veszítünk. Ezért rendkívül jók a lébőjtök, a tisztító kúrák. Ez miért is jó a lébőjt? Persze erre picit fel kell készülni, tehát már eleve a lébőjt előtt a táplálkozásunkat egy picit át kell állítani, tehát nem eszünk akkor már állati fehérjét, aki húst eszik, ilyenkor már előtte néhány nappal ne együnk húst, nagyon sok nyerset érdemes enni. Most jön a tavasz, illetve hát itt van a tavasz, dúl a tavasz, úgyhogy most van itt az ideje, hogy méregtelenítsünk egy kicsit. Tehát egy kicsit úgy alakítani át az étkezésünket, hogy jó sok zöld legyen benne, jó sok nyers, tehát reggel sok-sok nyers gyümölcs, délben sok-sok nyers zöldség, egy kis teljes értékű gabonával reggel édesen elkészítve, délben pedig sósan elkészítve. Most hoztam nektek egy rendkívül jó táplálékot, amit elkészítettem háromféleképpen, ez pedig a zappehely. Tehát ilyenkor a lébőjtre felkészülve a zappehelyet is tudom javasolni, ami a gabona részét illeti. Jó? És akkor egy néhány nap felkészülés után pedig jöhet akár egy egynapos, vagy egy háromnapos lébőjt, ha valaki meg tudja ezt tenni. Van lényerő automatája, vagy gyümölcscentrifugája, akkor délelőtt sok-sok gyümölcsöt, frissen facsart gyümölcsleveket iszunk, délután zöldségleveket, lehet gyógyteákat, vizet inni közben, és lehet egy olyan úgynevezett káliumlevest elkészíteni, ami abból áll, hogy egy jó sűrű zöldséglevest csinálunk, amiben van káposzta, krumpli, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, fehérrépa, zeller, egyebek. Azt jól megfőzzük, a kis lángon, elég sokáig főzzük, és utána csak leszűrjük a levét, abban jó sok kálium van, és azt megisszuk. És ezzel nagyon szépen ki fog tisztulni a szervezetünk. Persze, ha valaki szeretne egy ilyen lébőjtöt csinálni, azért előbb kérdezem meg egy szakembert, akár Karcsit, akár engem, akár mást,
mert azért itt figyelni kell arra is, hogy a béltartalom közben ürüljön el, mert hogyha nincsenek rostok, akkor tudjátok, ilyenkor egy tisztító kúra alatt a vastag bélbe nagyon sok méreganyag összegyűlik, hiszen ilyenkor, amikor nem eszünk, akkor felszabadul az a 30%, az a sok-sok energia, amit a szervezet arra költött, hogy emészszen. És most pihenek egy kicsit, mit fog csinálni a szervezet? Regenerál és gyógyít. Erre fogja felhasználni azt a megmaradt sok-sok energiát. Viszont itt, hogyha nem viszünk be rostokat, akkor arra figyelni kell, hogy valami más módon azért a bélműködés az menjen, és székletürítésről gondoskodni kell. Jó? Igen. Tehát ezért is jó, mert nem viszünk be méreganyagokat, kíméljük a szervezetünket ebben a néhány napban, és segítjük a méregtelenítést is. Na most, a májról beszéljünk egy pár gondolatnyit. A máj egy rendkívül fontos szervünk. Hasonlóan fontos, mint a hasnyálmirigy, persze mindegyik fontos, mert most egy szervezetben is ugye melyik a fontosabb, a szem, a kéz vagy a láb, mindegyiknek megvan a feladata. De a máj az egy nagyon-nagyon rendkívül sokoldalú szervünk. Ez egyébként a legtömörebb szövetszerkezetű szerv, mintegy 2 kilogrammnyi súlyú, és akkor tudja jól ellátni a feladatát, hogyha egészségesen táplálkozunk már megint. Tehát megint mindent, vagy nagyon sok mindent ide lehet visszavezetni, hogy egészségesen táplálkozunk. Mi az, ami károsíthatja a májat? Mi van akkor, hogyha jól beebédelek, és aztán rá egy óra múlva azt mondom, hogy úgy megennék egy almát, vagy egy banánt, és utána küldöm a haminak. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy ne nassoljunk, de most ezt már elfelejtettem, és megettem azt az almát. Mi történik azon kívül, hogy a manócskák mérgesek, meg a táplálékot erjedés rohad, és sajnos így kell, hogy kifejezzem, mert ez történik. Az történik, hogy elől ment ugye a lassú vonat. Az az étel, aminek az emésztésére több idő kell. Tehát lassú vonat. Az emésztésére mondjuk kell 5 óra. Erre utána küldök egy gyors vonatot, az almát, ami viszont pikpak át tud szaladni a bélrendszeren, de nem tud, mert beleütközik a lassú vonatba. És akkor mit csinál? Erjed és erjed, ugye van benne cukor, azt jól megemészti, különböző gázok és alkohol termelődik, úgyhogy ez egy rejtett alkoholizmusnak is hívják, nem kell ahhoz zugivónak lenni, hogy alkohol termeljen ilyen formában a szervezetünk, illetve a táplálék, és az bizony nem jó a májnak. Mi az, ami még alkoholt tud termelni? Van több dolog, de például az egyik, hogyha kefirt teszünk étkezések után, ráadásul olyan étkezések után, amikor jó kis zsíros, fehérjedús étkezés volt. Ugyanis itt megint az történik, hogy jönnek a kefirgombák, beerjesztik a dolgokat. Tudjátok, amikor olyan kis csípős íze van a kefirnek, biztosítatok már kefirt, az azért van, mert 1% alkoholtartalma van. Hogyha jól megduzzad, mert már kicsit túlérett, akár még több százalékos alkoholtartalma is van. Tehát, hogyha valaki mindenképpen szeretne valamiféle tejterméket fogyasztani, és döntenie kellene, hogy a joghurt vagy a kefir legyen az, akkor mindenképpen a kefirt javaslom, ha a kettő közül kell dönteni. Hiszen a kefir az ugye gombával erjesztik, a gomba az a leggyorsabban szaporodó egysejtű a Földön. Tehát azt oda leteszed a gombát, meg leteszed a tejsav baktériumot, ami nekünk jó, akkor a gomba nagyon sokszor gyorsabban szaporodik, és hasad, és szaporodik, és szaporodik, míg a tejsav baktérium nem annyira. Tehát ilyenkor mi történik, hogyha kefirt teszünk, akkor a gombákat szaporítjuk megint csak a szervezetünkben, nem pedig a jótékony tejsav baktériumoknak adunk táplálékot. Azért is jobb, hogyha joghurtot eszünk, vagy probiotikus joghurtot, vagy élőflórás joghurtot. Van a kettő között különbség, de mindenképpen az emésztésünket azzal segíthetjük. Tehát akkor ez a máj, ez egy kémiai üzem, ugye, ami nagyon sok mindent tesz. A vértárolóként, ahogy említettem a múltkor, a cukortárolóként is működik, az A és D vitamint is tárolja, szénhidrátraktár, igen. És van 12 fehérje, ami a véralvadás segíti, abból is 9-et a máj termel. Tehát rendkívül sokoldalú szerv, hogyha az megbetegszik, akkor az nem jó nekünk sok szempontból. Úgyhogy vigyázni kell rá. Az epeképzés is ugye az egyik feladata. És ha már az epénél tartunk, akkor szokták mondani, hogy reggel milyen jó egy jó kis szalonnával indítani a reggelt,
Mert hogy az beindítja az EPE működést, igaz-e? Igaz. Tényleg beindítja az EPE működést. Három dolog indítja be az EPE működést. De nem fogom azt szorgalmazni, és nem foglak arra biztatni benneteket, hogy szalonnát egyetek holnaptól. Három dolog az, ami az EPE működést beindítja. Az egyik a zsírok, olajok, a másik a keserű, a harmadik a savanyú. Tehát, hogyha én reggel megiszom, nem kell ahhoz szalonnát tenni, hogy beinduljon az EPE működés, megiszom egy jó pohár vizet, amiben belecsavarok egy kis citromot, azzal nagyon jót tettem az EPE-mnek és az egész emésztőrendszeremnek. Miért? Mert éjszaka besűrűsödik az EPE, ugye nem iszunk, lélegzünk, párologtatunk, és besűrűsödik az egész szervezetünk, a vérünk is egy kicsit minden sűrűbb lesz. Tehát higítani kell, szomjas a szervezetünk. Hogyha esetleg megiszik valaki egy kávét, mert hozzászokott, hogy én kávéval indítom a napot, mert akkor jól beindul a EPE működésem, és akkor a székletürítéssel sincs semmi probléma. Hát ezt elérhetjük avval is, hogyha megiszunk egy pohár citromos vizet, annál is inkább, hogy a kávé még plusz vizet is von el, tehát még inkább besűríti. Tehát nagyon sok szempontból nem jó a kávé, múltkor érintőlegesen beszéltünk róla, úgyhogy azt nem javaslom. Egy jó nagy piros grapefruitot kicsavarni és azt meginni, abban van egy kis kesernyés íz, egy kis savanykás, nagyon-nagyon jót teszünk vele, sok C-vitamin is jut a szervezetünkbe. És hogyha szeretnénk olajat, már pedig az nem árt, hogyha reggelente egy kis kanál olajat megiszunk, az legyen hidegen sajtolt lenmagolaj, így van, az ugyanúgy, arra ugyanúgy fog reagálni az EPE. Sőt, elárulom nektek, hogy még hogyha az ételnek a gondolatára is képes az EPE hólyag kiüríteni a benne lévő EPE-t. Úgyhogy nem kell ahhoz nekünk, köszönjük szépen, sem császárszalonna, sem füstölt kolbász, hogy beinduljon az EPE működésünk. Jó. A csecsemőknél van egy olyan enzim a gyomorban, ami aztán később már nincs meg, ami a tejfehérjét bontja. De hát, hogyha jól logikusan végig gondoljuk, hogy a tej, és akkor itt most egy pár szót megint a tejről hagyjajtsak, hogy a tej az ugye nekünk mikor való? Akkor, amikor pici babák vagyunk, az anyatej. És a tehéntej az pedig a bocinak való. Van egy ilyen kis, na, hogy manipulálnak minket, ezt most eljátszom veletek, jó? Fogok mondani három szint, és ti nagyon gyorsan rá fogjátok mondani azt, amit gondoltok, jó? De nagyon gyorsan. Zöld, zöld, zöld. Mit eszik a kecske? Úgy van. Sárga, sárga, sárga. Mit eszik a majom? Gyorsabban. Jó volt. Fehér, fehér, fehér. Mit iszik a tehén? Nem tejet, hanem vizet. Na, így csapnak be minket is, ugye? Hogy amikor arra gondolsz, hogy tej, rögtön mondtátok, hogy tejet, pedig vizet iszik a tején. Így csapnak be minket is, mert hogy akkor, amikor az jut az eszembe, hogy tej, akkor az én lelki szemeim előtt megjelenik gyerekkorom reklámja, egy poharas tej, amire rá van írva, hogy tej, életerő, egészség. Igaz? És ez úgy belekövült, beleíródott az elménkbe, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy ez egy tejipari reklám, hogy ez egy manipuláció, úgy, mint hogy én manipuláltalak benneteket az előbb. Úgyhogy a tejet azt nem javaslom, egy ideig még működik ez az enzimünk, de később már nem. És később, hogyha esetleg azt mondják az orvosok 60, 70, 80, 90 éveseknek, akiknek csontritkulása van, hogy ó, tessék sok tejet inni, meg sajtót, hát pont nem tesz vele jót, mert pont semmilyen enzimje nincs már, ami ezt le tudja bontani. Csak terheljük a szervezetünket vele. Jó. A kefir vagy joghurt, azt elmondtam, mert ez sokszor szokott kérdés lenni. Igen. És akkor ugye a rossz emésztés az egyelő a betegség. Ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha bármi problémátok van, akkor az nagyon-nagyon sok esetben az emésztésre, a beleinkre, a gyomrunk állapotára, a táplálékunk bevitelére vezethető vissza. Mit gondoltok, hogy melyik az a két szervünk, amelyik a két fontos immunszervünk, hány immunszervünk van, hány méregtelenítő szervünk, inkább így mondom, tehát mik azok, amik méregtelenítenek, az egyik a máj, igen, aztán a vese, igen, aztán a bőrünk is, hogyha mozgunk, de a bőr be lehet csapni, itt most megint egy pici varga betűt teszek, mielőtt felsorolnánk a többit is. A bőrünk úgy tud méregteleníteni, hogyha sportolunk.
De ha nincs kedvünk sportolni, na az nem jó. Tehát akkor is sportoljunk. De hogyha esetleg adott esetben mondjuk éppen tényleg most akkor éppen nagyon nem, és csinálunk egy sóbedörzsölést, akkor azáltal is a vérkeringésünk beindul, így van, a kapilláris seregben, és nem csak a vérnyomást csökkenti, mint ahogy múltkor beszéltünk róla, hogy néhány higany milliméterrel ez is lecsökkenti a vérnyomást, hanem a méregtelenítésben is segít, ugyanígy a szauna is. Jó? Tehát azt mondtuk, hogy a máj, a vese, a bőr, aztán van két nagyon fontos, az egyik, amiről most beszélek, ez a vastagbél, és a harmadik pedig a tüdő. És milyen érdekes, hogy a vastagbél és a tüdő, ezek nagyon összefüggenek, ezek testvérszervek, de vajon miért? Mi az összefüggés a kettő között? Az az összefüggés, hogy mindkét szervünkbe, a kívülről a táplálék, ugye a beleinkbe a táplálék, a tüdőnkbe pedig a levegő, tehát a külső kapcsolat a külvilággal ezen a két szerven keresztül van. Ide juthatnak be a mindenféle kórokozók, akár a levegőn keresztül, akár a táplálékunkon keresztül. És ha például valakinek ekcémája van, összefüggnek ezek, hogy mit teszünk, és mivel tudjuk egy kicsit jobbá tenni az egészségünket, akár hogyha légzőszervi problémáink vannak. Mitől van az ekcéma, tudja-e valaki? Hogyha áteresztő a bél, akkor átenged olyan fehérjéket, amiket nem lenne szabad átengednie. És ezek a fehérjék aztán okoznak ekcémát a bőrben. Hogyha ilyenkor odafigyelek a táplálkozásomra, és nem azt teszem, hogy egy atombombával, minden egyes atombomba, egyébként minden egyes rossz táplálkozás egy-egy atombomba azoknak a jó sejteknek, azoknak a jó baciknak, amik nekem segítenek, amik az egészségem fenntartását segítik, hogyha nem atombombával támadom őket, hanem segítem, akkor, és ráadásul beviszek probiotikumot. Mikor szoktunk probiotikumot bevinni a szervezetünkbe? Antibiotikum fogyasztás után. És miért van erre szükség? Mert ugye az antibiotikum nem válogat. Ő kiírtja a jó bacit, a rossz bacit, mindent. És ezzel nekünk nem tesz jót, mert ez a finom, érzékeny rendszert, ez tönkrevágja. Pikpak. Úgyhogy ha nagyon muszáj, csak ha nagyon muszáj, nyilván vannak olyan esetek, amikor nagyon muszáj. Az én gyerekeim, ugye az egyik, ő 20 éves, ő egy éves korában kapott véletlen egyszer antibiotikumot. De már azt is megbántuk, felét kiköpte, felét lenyelte, tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy nem kapott. A kisfiam, a másik, aki 17 éves, ő egyszer kapott egy néhány évvel ezelőtt, mert megcsipte egy kullancs, és lejmkóros lett. Ebben az esetben semmiképpen nem javasolnám, hogy kísérletezünk ezzel, azzal, amazzal, ilyenkor kőkemény antibiotikum. De ez nagyon ritka, hogy ezt mondom. A kislányom, aki 9 éves, most már nem sokára 10 lesz évvégén, ő pedig még soha az életében nem kapott semmit. És az első 7-10 évben történik meg az, amikor betelepednek a bacik, azok a jó bacik, és mint a honfoglalók, ahogy az előbb említettem, megkeresik maguknak a legjobb helyet, és ott ilyen kis kolóniákban kolonizálódnak, tehát letelepednek. Ez az első 7-10 évben megtörténik, hogyha nem kap antibiotikumot a gyerek. Ha viszont kapunk antibiotikumot, mert valamiért muszáj, akkor először is az atombomba támadás után, amikor kiirtódott ott minden, akkor be kell telepíteni, be kell népesíteni újra, mielőtt még a táplálékunkat, a prebiotikumokat, amik táplálékok, amik ugye táplálják ezeket a jó bacikat, mielőtt táplálnánk őket, előbb be kell telepíteni, mert olyan, mint hogyha nem lenne abban a faluban egy ember se, akinek küldöm a táplálékot, előbb be kell őket telepíteni, ugye? Hogy legyen, aki aztán megegye azt a táplálékot. Tehát a probiotikummal beviszem a sok jó bacit, és a prebiotikummal, amik ételek, azzal pedig táplálom utána őket. Mik ezek a prebiotikumok? Először is mik a probiotikumok? A probiotikumból olyat válaszunk, ami a lehető legnagyobb egyedszámú, és legnagyobb számban tartalmazza azt, amit azokat a bacillusokat. És akkor a prebiotikum pedig azok az ételek, ilyen például nagyon jó a csicsóka, csicsóka sűrítmény. Ennek az 50%-a inulin. Aztán nagyon jó a póréhagyma, a szárát is egyétek a póréhagymának. Most hoztam nektek zappehelyből készült, zappehelyes diós fasírtot, és tettem hozzá póréhagymát csak azért, hogy emlékezzetek rá, hogy a póréhagyma nagyon-nagyon jó prebiotikum. Úgyhogy azt majd kóstoljátok meg. Aztán ilyen az alma, ez is táplálja a betelepített baciainkat, amik jók nekünk.
Ilyen a banán, a lencse, a vörös lencse, aztán a sok-sok ilyen táplálékunk van még, majd most ez így a teljesség igénye nélkül volt, de ezeket mind-mind részesítsétek előnyben, sok rostot, sok gyümölcsöt, sok zöldséget eszünk, jó? Igen. Ugyanis, hogyha azok a fajok, azok a bacik, amik egyébként normálisan itt-ott elvétve kéne, hogy legyenek, nem jól táplálkozom, akkor ezek fognak elszaporodni, és azok fognak visszaszorulni, amik nekem nagyon jók, és kellene, hogy legyenek. Hatékony még a kurkuma, vagy sáfrángyökér, köripornak is nevezik. Ezt a növény gyökerébe vonják ki, abból lehet csak kivonni ezt a kurkumin nevű anyagot, amit szoktunk használni az Életmód Központunkban is. A reggelinél, a reggeli előtt, amikor felébrednek a vendégeink, akkor a citromos vízbe szoktunk tenni egy-egy kis késhegynyi kurkumát is. Nem annyira jó az íze, de nagyon jó antioxidáns, és nagyon sok mindentől megvéd. Van, aki szereti az ízét, igen. Vagy színezésre is, ételek színezésére, pástétomok színezésére is szokták használni, mert szép sárga színt ad neki, így van. Úgyhogy az epehólyagot is védi a kurkuma, használjátok nyugodtan. Kiváló méregtelenítő, csökkenti a vér koleszterin szintjét, és gátolja a vérlemezkék összetapadását. Aztán az édeskömény a másik, amit jó szívvel javasolok nektek. Ez is emésztés segítő növényünk. Ha esetleg kis görcsökkel, puffadással járó betegségeink vannak, akkor ebben is segít nekünk. A puffadásról itt szeretnék egy néhány szót említeni. Javaslom még a főtt hagymát, most ez így megint beugrott. A párolt vagy főtt hagyma, nem kell vajpuhára főzni, de a párolt hagyma is nagyon-nagyon jót tesz a bélfalainknak. Ilyenkor van, aki azt mondja, hogy na jó, de én utána puffadok tőle, hogy ez akkor most ez jó vagy nem jó. Ez jó. Nem baj, hogyha néha puffadunk, hiszen a puffadás mitől van? Attól van, hogy ezek a bélbaciaink végre táplálékhoz jutottunk, és ezt megeszik, és ebből ugye hát gázok, jótékony gázok termelődnek, és ezektől van, hogy egy kicsit feszesebbnek érezzük a beleinket. Nyilván, hogyha ez túlzásba megy, akkor az nem jó, de időnként az egyáltalán nem baj, hogyha egy picit gázzal teltek a beleink. Mi az, ami még nagyon jó prebiotikum? A zab, a zabpehely. A zabkását azt nem esszük forrón. És én hoztam nektek egy finom zabkását, remélem finom lesz. Ebben aztán minden van, ami szemszájnak ingere, majd mindjárt el is mondom, hogy mi mindent tettem bele. Tettem bele, víz van benne, zabpehely, két almát belereszeltem, van benne egy picike fahéj, mert az úgy nagyon jól harmonizál az almával, kókusz tejpor van benne egy kevés, kókuszreszelék, dió, napraforgómag, és tettem bele nektek háromféle aszalt gyümölcsöt, tettem bele aszalt szilvát, aszalt medgyet és datóját. És külön hoztam még egy kis datója szószt is, úgyhogy ezt rá lehet tenni. Ezt úgy szoktuk enni, hogy reggelire gyümölcs. Nyertem is vele egy valamilyen, nem tudom én milyen, a cukron.hu-n kaptam egy szép nagy ajándékcsomagot a receptemmel. Le kellett fényképezni és le kellett írni. Legalább két vagy három összetevőnek kellett reform összetevőnek lenni, de az enyémben mindaz volt, pedig volt vagy 15 összetevője, úgyhogy amiket most felsoroltam. És akkor ez gyümölcssalátával, ugye az olajos magok benne vannak, mit mondtunk, milyen egy jó reggeli? Legyen legalább a fele gyümölcs, legyen a 40%-a teljes értékű gabona és egy 10% olajos mag, úgyhogy ebben minden megvan. Jó? Na most miért nem esszük forrón a kását? Azért sem, mert hogy azt mondták az régiek, hogy ne együk forrónak. Nem eszik olyan forrónak ását, közmondás, de miért? Azért, mert hogyha forrón eszük, vagy melegen eszük például az apkását, akkor nincs ideje kihűlni, nincs ideje, hogy termelődjön benne rezisztens keményítő. És ez a rezisztens keményítő mit jelent, hogy rezisztens? Az azt jelenti, hogy ellenáll. Minek áll ellen? A gyomorsavnak. Vagyis nem bontja le a gyomorsav, meg az emésztőrendszernek a fősőbb szakaszai, és amikor meglátják a baciaink, a jótékony baciaink, hogy gyerekek, rezisztens keményítő érkezett, és az nekik egy nagyon-nagyon remek jó táplálék. Azzal tápláljuk őket, az egy prebiotikum. Úgyhogy zabpejhet tettem a gofriba is. A gofrinak mondtam a múltkor a receptjét, de közben kihagytam abból az almát, úgyhogy majd most lediktálom a végén ennek is a receptjét, jó? Úgyhogy a zabpehelyből készítettem nektek fasírtot, csináltam egy zabpehelykását,
Jó, hát ez zöldséges, az meg gyümölcsös, tehát a kettőt azért nem keverjük normálisan, csak most kivételesen kóstolás miatt. És ezt a gofrit, ezt is abból készítettem, és a gofrira lehet tenni lekvár helyett, ez tatoja, megmostam, beáztattam, és utána az áztató levével együtt összetúrmixoltam, ennyi. Ez egy nagyon finom, édes szósz, amit rá lehet tenni, hogyha valaki szeretne beletenni egy kis karopport, vagy akár kakaóport, jobban szívesebben ajánljuk a karopport, akkor azzal is össze lehet keverni, és egy csoki krém lesz belőle. Karob, a Szent János kenyérpor, az egy nagyon értékes anyag, kicsit hasonló az íze, az ízvilága és a színe, mint a csokinak, úgyhogy abból lehet nagyon finom, jaj, nagyon finom dolgokat csinálni, nyers vegán csoki tortát, na majd egyszer azt is megcsinálom nektek, jó? A repülő üzemanyagáról még beszéljünk. Mi a repülő üzemanyag, a fiúk? A kerozin. Elmenne a repülő mondjuk 98-as benzinnel? Hát egy darabig biztos elmenne, nem? Egy darabig én gondolom, hogy elmenne, nem értek hozzá, de szerintem igen. Na, így van a szervezetünk is. Hogy sokan azt mondják, oj, még a vasszöget is megeszem, nekem semmi nem árt. Igen, egy ideig. Egy ideig tolerál a szervezet, tolerál, aztán csak egyszer csak ledobja a láncot, és azt mondja, hogy itt van, itt a vége, ennyi volt, nincs tovább. Így van a repülőgéppel is, meg a szervezetünkkel is, hogy a kevésbé jó, a silányabb üzemanyaggal is elmegy egy darabig, de hogyha jó üzemanyagot kap, akkor nem fog meghibásodni a motorja, meg a nem tudom én milyen rendszere, hanem fog tudni jól üzemelni továbbra is. Szoktam mondani, hogy ígyuk a táplálékunkat, amit eszünk, tehát az ételeinket ígyuk, és az italainkat együk. Na, ez ugyan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ételeinket ígyuk, hogy addig rágjuk, amíg szinte már folyékony, és már szinte isszuk. Amikor pedig gyümölcslevet adunk a vendégeinknek például, vagy zöldséglevet az ebéd előtt egy fél órával, frissen facsa zöldséglevet, akkor mindig mondom, hogy nem csak így puf legurítani gyorsan, hanem szinte megrágni, nyilván rágni nem, de hogy a nyálunkkal jól keveredjen össze. Úgyhogy az ételeinket isszuk, az italainkat esszük. Jó. Hogyha esetleg mégis nagyon sok állati fehérje kerülne a szervezetünkbe valami oknál fogva, akkor javaslom, hogy sok-sok rostot együnk hozzá, hogy azt valamelyest próbálja kompenzálni és segíteni az a sok minden, ami rosszat bevittünk, a rostok egy kicsit semlegesítik, ha nem is teljesen. Még egy fontos dolog, nem szereti a gyomor az olajat. Nem jó neki, hogyha sok olaj van. A látható olajakat, főleg nem a sült olajat. Úgyhogy én ezt nem olajban sütöttem nektek, hanem ebbe egy szem olaj nincs, annyi van, hogy egy szilikonos zsírpapírra, sütőpapírra rátettem, és hogyha lett volna most, de most nincs, nem baj, elmondom, hogy hogy kell készíteni. Fagyis kanállal belemerünk ebbe a fasírt alapba, így lehúzzuk, és így megnyomjuk, és úgy puty kiesik. Úgyhogy a kezünk egyáltalán nem lesz fasírtos, és utána veszünk egy kis fedelet, egy befőttes üvegnek a fedelét, azt pedig a másik oldalt így megfogjuk, és bele ide előkészítünk magunknak egy kis edénykét, abba teszünk vizet, meg esetleg egy kis olvasztott kókuszolajat, így belemártjuk, és azzal lelapogatjuk, és ilyen egyforma szép kis fasírtjaink lesznek. Van még időm? Jó. Ráértek még? Mert van még mondani való, meg hát még együnk is egy kicsit. Tehát így lelapogatjuk, és akkor így egyáltalán olyan úri nők lesztek, hogy semmi nem lesz zsíros a kezetek, nem lesz maszatos. És ennek a tetejére egy icike-picikét az be lehet kelni, akár egy kis kókuszolajjal, vagy esetleg egy kis olívaolajjal. Olívaolajat nem jó hevíteni. Jó? Tehát ez olaj nélkül sült, remélem ízleni fog. Az olajat és a zsírt a gyomor nem tudja megemészteni, nem is az a feladata. Nagyon kevés olyan enzim van neki, ami azt hivatott lebontani. Neki a fehérjét a feladata, hogy megemészze. És akkor mondtam ugye, hogy egy pár szót ejtsünk a biomasszáról. Mi van akkor, ha reggelire megeszünk egy jó szelet fehér kenyeret, egy jó kis kolbásszal? Mi történik a fehér kenyérből? Azt ugye mondtuk, hogy abból csiríz lesz. A kolbásznak az 50-60%-a ipari szalonna, tehát abból meg egy zsíros massza lesz. Úgyhogy ez a kettő így jól összekeveredik. Ez a csiriz egy felkenődik a bélfalra, ott így, vagy így áll,
és a gyomor ilyen, nem a bélfalra, bocsánat, először még a gyomorfalra, és a gyomor egy bizonyos nyákot termel, hogy onnan ledobja, és valahogy nagy kínlódva megpróbálja továbbítani, de nem erre hivatott a gyomor, nincs erre felkészülve. És akkor jön még az a zsíros massza, ugye a kolbászból, ezek így összekeverednek, ez lesz a biomassa, ami, hogyha megy tovább a belegbe, ez letapasztja, amit beszéltünk a csilló, ezeket a kis szőröcskéket, ezeket a kis felszívódásra alkalmas kis bolyhokat, és ráadásul ez egy remek jó táptalaj sajnos a rozbaciknak és a különböző kórokozóknak. Jó. Erről beszéltünk. Igen. Erről is. Hát én már lassan mindent elmondtam itt nektek. Jó. Hogyha esetleg időnként van valakinek hasmenése, aminek különösebben nincs semmi oka, azt felfoghatjuk úgy is, mint egy tüsszentést. Amikor telítődik valamivel a szervezet, akkor egyszer csak egy tüsszentéssel megszabadul tőle. És sokszor teljesen indokolatlanul van egy hasmenésünk. Amikor már elege van a bélrendszernek, hogy ezt most már köszönöm, de nem kérem, most már nagyon-nagyon szeretnék tőle megszabadulni, félretesz minden feladatát és kiüríti, hogy egy kicsit fellélegezzen. Tudjatok róla, hogy ez elképzelhető, hogy a táplálkozásotokban kell keresni a hibát. Jó? Na és akkor említést szeretnék tenni néhány ételről, ezeket szeretném, ha leírnátok, hogy mik azok, amik nagyon jót tesznek az emésztőrendszerünknek, a beleinknek. Az egyik ilyen a darált lendmag. Ugye ezt csak és kizárólag darálva esszük, darált lendmag. Említettem a zapkását. Szokták mondani bélrendszeri problémáknál, betegségeknél, különböző gyomorhurutnál, mit szoktunk adni, mit szoktott tanácsolni az orvos? Gyerekeknek is mit adjunk, és mi magunk is mit együnk? Igen, fokhagymás spiritóst és teát, ugye? De jó-e, hogyha a kettőt együtt isszuk-esszük? Nem bizony. Mert hogy a pirítós által termelődik egy úgynevezett mucin nevű anyag, ami egy nagyon jó gyomornyálkahártya és bélnyálkahártya bevonó, és ezt ki is kell használnunk, viszont ha felhigítjuk teával, akkor megöltük a hatását, akkor semlegesítjük, akkor hatástalanítjuk. Tehát azt kell tenni, hogyha gyógyteát szeretnénk inni, hogy megisszuk a gyógyteánkat, és rá egy fél óra múlva kezdjük el eszegetni, jól megrágva a pirítóst. Hát ezzel segíthetjük az emésztésünket, és hogy helyre jöjjön az anyálkahártya, ami károsodott. A darált lendmag. Igen, ez is nagyon jó, mert magába szívja a méreganyagokat, és megköti és segít kiüríteni. Aztán ugye arról még nem beszéltünk, hogy a vastagbélnek milyen feladata van. A vékony bél benyomta a vizet, a vastagbél pedig vízteleníti, kiszívja a vizet. Na és itt jön az a pillanat, amikor nagyon nem mindegy, hogy mit ettünk. Mert hogyha kiszívja a vizet abból a béltartalomból a vastagbél, és olyan tápanyagot ettünk, ami nem képes megkötni a vizet, akkor egy száraz széklet lesz a végeredmény, ami nagyon-nagyon sok minden hibát és bajt és kárt okozhat. Tehát olyan dolgokat kell ennünk, ami magában tartja a vizet, amit nem tud kiszívni onnan, tehát hogy laza legyen a székletünk. És ilyenek például a nagyon sok gyümölcs, a zöldség, ezek a rostok, a darált lendmag, az alma. Az alma magház, például, persze ezt úgy, hogyha le van darálva, lehet kapni alma-magház örleményeket, ebben nagyon sok jó anyag van, ami bélvédő és hasznos. Az alma is ilyen, aztán a ribiszke, az áfonya, a dió, és a cukkinit, amikor fölvágjátok és megfogjátok, akkor érzitek, hogy szinte lemoshatatlan kis hártyát képez a kezeteken. Ugyanezt a hártyát képezi a bélfalunkon is, ami neki jó. Úgyhogy egyétek a cukkinit. Lehet ötletelni, hogy hányféleképpen lehet elkészíteni a cukkinit. Összevágjuk. Az egyik legfinomabb étel, amit nagyon-nagyon szeretek. Cukkinit összedarabolom, összevágom a sárgarépát. Ha lehet, akkor az biominőségű legyen. Aldiban vagy Lidlben lehet kapni egy nagy zacskóval. Kilós kiszerelésben, vagy fél kilós kiszerelésben. Teszek hozzá édes burgonyát, céklát darabolok hozzá, és mit szoktam még? Hagymát, fokhagymát,
sárgarépát, azt mondtam, és ezeket egy picit megsózom, fűszerezem, és be a sütőbe. És a végén az utolsó 5 percre még egy 2 maréknyi diót is rádobok, és azzal még egy kicsit megsütöm. Egy nagyon finom. Nem, a darál, nem, csak így darabonként a dió. Tehát nem megdarálva, nem is teljesen egészben, hanem úgy felezve vagy negyedekben, igen. Cukkini. Jaj, még a sütőtök. Jaj, az egyik legjobb élvédő. Sütőtök. Cékla, igen. Sütőtök, igen. Cukkini. Édesburgonya. Sárgarépa. Hagyma, fokhagyma. Igen, és a végén a dió. És fűszerek, és só, persze egy kevés. Az édesburgonyát nagyon sokféleképpen lehet belőle krémlevest is készíteni, ugyanígy a cukkinéből is lehet krémlevest készíteni, de az édesburgonyával megtehetitek, hogy ilyen újnyi vastag szeletekre felvágjátok, és beteszitek a pirítós sütőbe. Egy 2-3-szor lenyomod, és megsül, úgy, mint egy kenyér. És arra kened azt a pástitomot, amit a múltkor tanultunk, vagy egy finom padlizsán krémet, vagy egy nagyon finom sütőtök pástitomot. És a sütőtök az azért is jó, mert egyrészt a karotin benne az véd, minél több színes zöldséget, színes gyümölcsöt, ez egy alaptörvény, azok mind-mind védik a bélrendszert, az immunrendszerünket. Szabad gyökmegkötők, antioxidáns hatásúak. És a sütőtökben, minden tökfélében, de a sütőtökben különösen van egy kifejezetten bélvédő anyag, úgyhogy ha szeretitek a sütőtököt, sütőtök krémleves, nagyon finom. Vagy csak úgy megsütni, vagy így, ahogy az előbb elmondtam. A cukkinéből szoktam olyat csinálni, hogy apró darabokra összevágom, az a leghosszabb idő, vagy pedig összetúrmixolom, és akkor ilyen kis vagy daraboló gépben összedarabolod. Ezt felfőzöm egy picike vízzel, teszek hozzá hagymát, fokhagymát, és a végén pedig egy kis mandulatejszint, vagy zabtejszint, vagy rizstejszint, valamilyen növényi tejszint. És a fokhagymát, az jó sokat. És ebből lesz egy fokhagymás cukkinis szósz, amit valami jóféle tésztára, durum tésztára, vagy teljes ördesi tönköly tésztára ráteszünk. Már nyelek nagyokat, pedig nem vagyok éhes. És földarabolok finom-finom tofut, füstölt tofut, azt én egészen icike-picike apró kockákra fölvágom, meglocsolom egy kis szójaszósszal, és egy nagyon picike kókuszolajon megpirítom. Hogy ez milyen finom? És mostanában kitaláltam, hogy összekockázom, tehát nem a fokhagyma nyomomát, hanem összekockázom a fokhagymát, és még azt is rádobom, és az jó finoman úgy átsül, és ezt az egészet így rá lehet szórni erre a finom szószos tésztára. Kiváló táplálék. Azt is lehet, igen. Javaslom, hogy vegyetek egy befőzőautomatát, hogyha szeretnétek mindig olyat enni, ami friss, és attól még friss, hogy ezzel a befőzőautomatával nagyon kíméletesen, mindenféle adalékanyag és mindenféle tartósítószer mentesen, hogyha megmarad egy kis étel, akkor beteszed egy üvegbe, lezárod, nem is kell csirátlanítani az üveget, tehát nem kell sterilizálni, hanem csak egyszerűen beleteszed, felfőzöd, megvan, hogy hány fokon, hány percig, és ott lehet a saját magad által készített főzelék, meg minden egyéb a polcon. Jó? Ez, hogyha adott esetben nincs rá időd, hogy főzzél, akkor leveszel egyet és eszed a saját ételedet. Jó? Lehet a cukkinéből pörköltet csinálni, arra figyeljetek, hogy a hagymát azt nem sütjük, hanem egy picike vízzel mindig. És ha lehet, akkor inkább kókuszolajat használunk, és nem más egyebet. Cukkini szósz, stb. Jó. Lehet nyers cukkini főzeléket. Hát ez nagyon finom. Ezt lereszelitek. Picit meg lehet sózni, és a kaprot jó apróra összevágjátok, összekeveritek vele, és készítetek egy öntetet, ami nem más, mint egy turmixgépbe beledobsz egy maréknyi kesudiót, egy pici sót, meg egy kis vizet, kész. Összeturmixolod, és ezt az egészet összekevered. Nagyon finom, és nagyon egészséges, tele élő enzimekkel, bélvédő anyagokkal, úgyhogy javaslom, hogy próbáljátok ki, meg lehet ezt csinálni zsenge kis tökkel is. Írjátok meg nekem majd, hogy ízlett, kíváncsi vagyok rá. Jó, tehát a zöld színű növények azok kifejezetten védőhatásúak. Ilyen például a brokkoli. Nagyon-nagyon jó. Rákbetegeken kísérletezve állapították meg, hogy képes betokosítani a ráksejteket és kiüríteni a szervezetből. A nyers brokkolit úgy szoktam felhasználni, hogy zöld turmixot készítek belőle. Egy pici víz, egy kis alma, egy kis citrom, lehet egy kis gyömbér, és lehet egy fej brokkolit beletenni, összetúrmixolni és meginni.
a zöldségeket, és köztük a sárgarépát is, hogyha egy picit, egy nagyon kicsit vagy megpároljuk, vagy valamilyen forró felületen átfuttatjuk, vokkozás, az azért jó, mert a külseje az ugye már kicsit megpuhult, kicsit hőkezelt, a belseje az még egy kicsit roppanós, tehát még nyersnek mondható, de mégis sokkal jobban felszívódik belőle a karotin, mint az A-vitamin előanyaga, mint a nyers sárgarépából. És ez minden zöldségre igaz, lehet, hogy egy picit átfuttatni, az nem baj, változatosabb lesz tőle az étkezésünk. Hogyha valaki fogyókúrázni szeretne, és azt mondja, hogy vagy ha nem is fogyókúrázni, de egy kis tisztítókúrát szeretne, de azt mondja, hogy ez a lébőt azért nekem durva, úgyhogy azt nem, de szeretnék valamit tenni mégis az egészségem érdekében, akkor megteheti, hogy csinál egy jó kis barna rizskúrát. Jó sok főtt, jól elfőtt barna rizst megeszünk. A barna rizs nagyon értékes anyag. Hasonló az összetétele, mint az anyatejnek. Vagy hát, ha nem is az összetétele, de bár azt mondják az összetétele. Tehát gondolom, hogy annyi minden olyan vitamin, de nézek a karcsira, hogy megerősíte. Igen, bólogat. És vertikálisan bólogat, nem horizontálisan, úgyhogy igen. Jó. Akkor főzni. A barna rizst jól szét lehet főzni, igen. Aztán a zab, azt ugye említettük, a zabkorpa az nagyon jó. A búzakorpának az ideje az lejárt, mert ezek a búzák már nem azok a búzák. Úgyhogy azt nem javaslom, de lehet nagyon sok káposztaféle, nagyon jót tesz a beleinknek. Sok zöldség, gyümölcs, jó? Igen. A barna rizs az akkor, hogyha esetleg fogyókúrázni szeretne valaki, vagy tisztítókúrát végez, akkor ésszel így tudja ezt végezni, hogy egy kis barna rizst is beépít, jól szétfőtt barna rizst az életébe. A köles nagyon hatékony, a kölesben is van karotin. Aztán a kukoricadara, az is nagyon jó, az is egy nagyon jó bélvédő étel. Na, a kukoricadarát hogy szoktam elkészíteni, ezt fogjátok szeretni. Sima puliszkát megfőzöm vízben egy pici sóval, lehet vele tenni valamilyen édesítőszert, mondjuk, tehát nem mesterséges édesítőszert, hanem mondjuk egy kevés gyümölcscukrot, vagy egy kevés kókuszvirágcukrot, vagy stevia a legeslegjobb, vagy eritrit, vagy nyírfacukor. Nyírfacukorra vigyázzunk, az fokozatosan kell hozzászokni, mert hasmenést okozhat. Tehát ezt összefőzöm, és amikor jó sűrűre megfőzöm, picit félreteszem, hogy hűljön, addig veszek egy natur tofut, és csak így villával összetöröm. És mielőtt még gombócokat gyúrnék ebből a finom kukoricából, kukoricakásából, vagy puliszkából, összekeverem a kettőt. Akkor csinálok belőle ilyen kis gombócokat, és meghempergetem előzőleg megpirított, ledarált dióban. Tehát nem zsemlemorzsában, amit olajban pirítunk, meg cukorral, meg nem tudom milyen szokások vannak még, hanem csak egy picit megpirított dió, darált dióban meghempergetem, és akkor itt van a túrógombócunk alternatív módon, vegán módra, és ahogy ketté vágod, ott a kis fehér kis tofu darabkákot vigyorognak rád, olyan, mint a túró lenne. És akkor erre milyen öntetet csinálunk? Hát a cashew-in öntet a legjobb rá, vaníliás, picit citromos, biocitromhéját lehet, picit citromlevet bele, cashew dió, pici víz, édesíteni, egy kis citrom, egy kis vanília, feltúrmixolni sűrűre, és azzal leönteni. És amit én még szoktam erre készíteni, amit legelőször említettél, a mák, ugye remek jó kálciumforrás a szezámmag mellett, a mákot is egy picit, hogyha hőkezeljük, sokkal jobban felszívódik belőle a vas. Tehát csinálunk egy jó kis májkrémet, mákkrémet, és azt még oda ráhalmozhatjuk ezekre a kis gombócokra. Csuda finom. Van róla fényképem is, kár, hogy nem hoztam el. Tessék? Mazsolát is lehet beletenni, aki szereti, igen. Jó. Igen, akkor szerintem lassan eljutottunk oda, hogy puliszkáról beszéltem. Még szeretnék nektek beszélni a fekete ribiszkéről, mert hogy ebben a puliszkában van egy olyan anyag, amit úgy hívnak, hogy zeaxantin, ami szinte kizárólag csak ebben van, és ez nagyon-nagyon jó bélvédő hatású, és hogyha nem csak a bélvédő hatású, hanem a hajszálereket is védi, tehát például a szemnek a hajszálereinek nagyon jót tesz a kukoricakása, a puliszka. Szemvédő étel. Gondoltátok volna? És hogyha ezt kiegészítem egy kis likopinnal, luteinnel, tehát ribiszkével, piros szőlővel,
vagy ha ebédre eszem, akkor pritamin paprikával, tehát jó sok színes zölddel, pirossal, zölddel, sárgával, akkor ez is nagyon jót tesz. Sárga borsó, csicseri borsó, vörös lencse. A köles pedig nagyon jót tesz a hajnak, a bőrnek és a körmöknek. Tehát ha valakinek töredezik a körme, egyen barna kölest vagy vadkölest, jó? Azt is nagyon jó meg lehet főzni. Az olajos magvak, dió, tökmag, szezámmag, lenmag, fehérliszt helyett a tönkölylisztet vagy durumlisztet javasoljuk, és a megint csak a legjobb bélvédők azok a flavonoidok. Miben van flavonoid? Például a fekete ribiszke, fekete áfonya, piros, kék vagy fekete szőlő, például az otelló szőlő. Szoktuk azt csinálni, amikor érik az otelló szőlő, és kipréseljük a levét. Hát mi el szoktuk tenni, üvegekbe lefagyasztjuk, és ami megmarad, az a héja és a magja, azt asszalógépben vagy akár a napon levegőn meg lehet szárítani, és azt utána akár mozsárban összetörve olyan finom, nagyon-nagyon finom, és nagyon jótékony hatású beleknek is, és az egész szervezetünknek ez is antioxidáns tartalma nagyon magas. Jó? Vastagbélvédő, tüdővédő és agyvédő, stroke ellen is véd. 30-on intenzívebb hatású ilyen tekintetben, mint a C-vitamin. A homoktövisről ejtsünk még egy szót, azt is írjátok fel, legyetek szívesek. Ebben van ugye C-vitamin, karotin és vas, ami nagyon-nagyon jó. Ez is, mi a bigyó, ez a bogyó. Ez egy nagyon jó kis bogyó, ez a bigyó. Piros szőlő magját, hogyha összekeverjük ezzel a homoktövis maggal, magörleménnyel, ebből egy-két kanálkával egy nap, az remek jól védi a bélrendszereteket. Omega 3, brokkoli, cukkini, káposztát említettük. Hogyha valakinek szükséges, akkor citromfűteát szoktam javasolni, mert van, aki a stressz miatt, van, akinek a stressz miatt nem jó az emésztése, és a stresszt egy picit oldhatjuk, mivel a sporttal, nagyon nagy mértékben, zenehallgatással, amiket a múltkor elmondtunk, mindenki találja meg magának, ami a legjobb, amely legjobban oldja a stresszt, de a citromfű tea, az délután 3-4 órától elkezdve nyugodtan lehet iszogatni, egy fél litert, egy litert akár egész estig bezárólag. Jó. Egy antioxidáns turmix receptet még diktálnék nektek. Ez úgy néz ki, hogy egy húsos pritamin paprika, ezt mind össze fogjuk turmixolni, tehát ezt bedobjuk a turmixgépbe, jó? Aztán egy nagy kápia paprika, egy teáskanál kalocsai fűszerpaprika, az egyik legjobb antioxidáns az egész Magyarországon, de még világviszonylatban is. Úgyhogy a kalocsai fűszerpaprikát azt becsüljétek meg, nyilván nem az erősebbik fajtát, hanem a csemegét. Egy csapott evőkanál hidegen sajtolt lenmagolaj. Lehet beletenni egy kis póréhagymát, a zöldjét is nyugodtan. Egy picike sárgarépalét. Egy kis paradicsom sűrítményt, esetleg még fűszereket, ezt összeturmixolni és meg lehet inni. Finom is, van egy különös ízvilág, azt nem mondom, de nagyon egészséges. Sárgarépalé és paradicsom sűrítmény. Hát nyilván ez is egy jó féle, tehát nem ilyen konzerv, hanem akár amit te magad teszel el. Ami még nagyon jótékony hatású a gránátalmalé, 100%-os gránátalmalé, nem cukrozott, nem hígított, hanem gránátalmalé. Te higíthatod esetleg, akár vízzel is, de lehet-e hozzátenni 100%-os megylét, vagy almalét, hogy úgy, ha jobban szereted az ízét. Mondanám a búzafülét, de az nagyon keserű. Én nagyon nem szeretem az ízét, kivéve a Steinbergernek van ilyen nagy literes üvege, az kifejezetten finom, az almalével van ízesítve. Az veszi el egy kicsit ezt a keserű ízt, úgyhogy ezt nyugodtan lehet inni. Tessék? 1000 forint körül van egy ilyen üveg, igen. Aztán az aszalt kék áfonya, a vörös áfonya, fekete. A fekete mazsolát például a gyerekeknek is adjátok, és saját magatoknak is, mert nagyon sok benne a cink, a réz és a vas. Ez az igazi apró szemű kis mazsola. A savanyú káposztát úgy szoktam készíteni a salátát ebédre, hogy savanyú káposztát úgy, ahogy van, kiteszem egy tába, reszelek hozzá sárgarépát, ez fontos. Mert a sárgarépában lévő karotin és a C-vitamin, ami van a savanyú káposztában, ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és egymás felszívódását nagy mértékben segítik. Tehát a sárgarépát azt mindig adjuk hozzá, vagy amikor csak tehetjük, a
káposztához, savanyú káposztához. Aztán a lucerna csíra, ami még nagyon jó. Ja, és erre szoktam még önteni egy kis csökmagolajat. Meg szoktam még rátenni lilahagymát is. Jó? Tehát még egyszer, savanyú káposzta, ráreszelni a sárgarépát, egy kis tökmagolajat rá, és lilahagymát összeaprítani. Nagyon finom. Lucerna csíra, brokkoli csíra, a D3 vitamin, továbbra is javaslom, 2-3 ezer nemzetközi egység egy nap nyugodtan. És akkor itt vannak a receptek, amiket szívesen közzéteszek. Amit szeretném is kérni a segítséget, köszönöm, hogyha kioszthatnánk most a zapkását, azzal kezdjük, jó? És ebben a zapkásában van tehát zappehely, víz, biocitrom reszelt héja, bionarancs reszelt héját is be lehet tenni, de az nincs most. Ami nem bio, azt nem javaslom, mert nagyon sok vegyszer van rajta, úgyhogy azt ne egyétek. Aztán tettem bele még egy kis növényi tejport. Ez az a kása. Hogyha nem ízlik nektek, akkor tehetünk rá, egyébként is tehetünk rá, tegyetek rá ebből a szószból egy keveset. Valaki segítsen kiosztani, jó? Mert lehet, hogy így nem annyira ízletes számotokra. Tegyetek rá egy kis szószt ebből. Úgyhogy még maradjon a gofrira is, jó? Tehát egy keveset mindenkinek. Kóstoljátok meg. Igen, a szósz az nem volt másból, mint datójából és vízből, semmi más. De ugyanezt meg lehet csinálni aszaltszilvával, az is egy nagyon finom aszaltszilva szósz, hogy bármilyen aszalvánnyal, megyből is lehet, vörös áfonyából is. Jó? Egy csipet só van benne, kókuszreszelék, egy egész alma bele van reszelve, egy pici növényi tejpor, azt mondtam, igen, alma, azt is mondtam, egy kis fahéj, van benne egy pár szem dió, lehet beletenni mandulát is, az most nincs benne, tettem bele napraforgómagot, és akkor édesítésként 6-8 szem apróra vágott datoja, aszaltszilva, cukrozatlan áfonya, vagy megy, lehet bele őrölt szezámmagot tenni, nagyon jó vaskálcium forrás. Igen, igen, köszönöm. Jó, és akkor ennek a tetejére pedig lehet bármilyen szósz, és hát gyümölcssalátával meghalmozva, ugye, vagy ráhalmozva a gyümölcssalát, hát az még inkább finom. Na, örülök neki, hogyha ízlik, ez egy kiváló reggeli, ez egy kiváló bélvédő reggeli, ez a zappehely kása. Azt, igen, azt nem szedem le, nem. Csak arra figyeljetek, hogy ne cukrozott datója legyen, jó? Tehát ami ilyen fehér kis tálcán lehet kapni, és egy fehér kis pálcikára van felszurkodva, az nem jó. Piacon lehet venni olyat, ami... Igen, na, az nagyon jó. Az nagyon jó, remek. Itt van tehát ő a diós zappehely kása. A kása, fasírt. Ebbe tettem petrezselymet, hagymát, fokhagymát, egy kis piros paprikát, kalocsait. Ugye jó, antioxidáns, az előbb elmondtuk, egy pici só van benne. Ebbe tojás nem kell, mert ugye a rezisztens, keményítő. Hogy fog ebben megkötni, úgyhogy előzőleg, mielőtt még hozzáfognék, csak annyit teszek, hogy egy edénybe beleteszem a zappelyhet, és forró vízzel leöntöm. És utána ráteszem a fedőt, és az ott duzzad, és megszívja magát. És ez emiatt nem kell bele tojás. Jó? Kóstoljátok meg a gofrit is. A gofri az ugye úgy működik, hogy kell bele zappehely, víz, egy csipet só, beleteszünk egy almát, kukoricalisztet, majdnem annyit, mint amennyi zappelyhet, mert ettől finom ropogós lesz. Lehet beletenni egy pici fahéjat, és ennyi. És egy kicsit a gofri sütőt meg szoktam olajozni kókuszolajjal, egy nagyon picit éppen halványon. És így megsütni. Uh-huh. Jó. A kérdésekre most is szeretnék lehetőséget adni, hogyha van kedvetek, és van kérdésetek, akkor arra szívesen válaszolok. Nézőinktől elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, és nektek is, hogy jelen voltatok. És gyertek a következő alkalommal is. Nem, a kását azt főzni kell. Azt főzni kell, igen. Hőkezelni mindenképpen. A kását? Egy 5 percig elég. 5 perc. Igen. Tessék? Meg kell főzni, igen. Nem jó az, hogyha csak simán beáztatjátok. Igen.
Nem szabad csak simán beáztatni az apelyhet, hanem meg kell főzni, ezt hőkezelni kell, legalább 70 fokos víz kell neki. Igen. Nem, különben nem jól emészthető. Igen, más kérdés? Azt hittem, úgy néztél rám, hogy brokkoli, az igen, az ütős, igen. A brokkoli, alma, egy pici citromlé, egy kis gyömbér, egy kis víz. Hát tulajdonképpen ugyanúgy, mint a zöld turmixot,